Sok roma fiatal gyűlt össze a Nógrád megyei Szátokon. A Ceferino ház évek óta fontos helyszíne az itt élőknek. Romák és nem romák dolgoznak együtt, foglalkozásokat tartanak, és tanítják a fiatalokat. Az Együtt Európáért Alapítvány is bekapcsolódott a falu életébe, hogy segíteni tudja a hátrányos helyzetű családokat. Az alapítvány Szátokon egy baba-mama klubot indított az itteni családok megsegítésére. A pandémia alatt pedig a közösségi médiába készültek olyan videók, amelyek a családokat a főzésre vagy épp kertészkedésre tanítja, amihez alapanyagot is biztosítottak a falusiak számára. Az alapítvány nagy hangsúlyt fektet a roma anyukák és nagymamák kompetencia fejlesztésére, közösségfejlesztésre és hagyományismeretre. A tréningek pedig segítik a konfliktuskezelést és a munkába állás folyamatát. A családtörténetet egy picit végignézzük, mindjárt követhető, hogy egy ilyen patriarchális családmodellből kiindulva a nő számára mindaddig, amíg nem volt kötelező, vagy valami okból nem kellett munkába állni, tehát bekötődni, mint férfi a társadalmi munkamegosztás elnevezést hordozó rendszerébe. Az Együtt Európáért Alapítvány számos településen tartott előadásokat, kerekasztal beszélgetéseket Nyugat-Nógrádban, ahol a nők munkába állásáról, vállalkozóként betöltött szerepükről, vagy épp a szülés utáni helyzetükről volt szó. Ha a kapcsolat megvan a volt munkahelyel, ami átmenetileg elhagy a baba miatt, akkor van egy olyan visszakötődési lehetőség, hogy őt már várják, már számítanak rá, hogy majd mikor fog visszatérni a munkatársai közé, és az otthonlét idejét használja föl arra, hogy mikor a babája alszik, vagy amikor nincs vele éppen aktív kapcsolat, építgesse azokat a kötelékeket, amelyek már arra vonatkoznak, mikor visszamegy dolgozni, ki lesz az a pót nagymama, aki belép, ki lesz az, aki segít neki, vagyis a segítő kapcsolatok hálózatát ki kell alakítani, illetőleg keresni kell olyan, hát a három királyfi, három királynány mozgalom keretében a kitüntetett üzem, munkahely, intézmény, amelyik már aranycsillagos, hogy tudnilik már büszke arra, hogy bölcsödét, óvodát csinál, hogy már úgy fogadja vissza az anyukát, hogy hozza be a munkahelyre, a bölcsödébe leteszi a babát, és ő megy dolgozni, hogy le tud hozzá menni, akár megnézni, mit csinál a gyerekem itt, de itt van a közelbe, és úgy megnövekszik a biztonságérzete az ilyen anyának, hogy jó helyen van a babám, nem szorong, sokkal nagyobb a munkateljesítménye. Na most ezt vagy az intézmény maga biztosítaná, ez volna az optimális, de már mondom, vannak ilyen kitüntetett intézmények, tehát ezt kellene gyakorítani, szaporítani, minél több legyen, vagy, mint mondtam, legyünk nagyon előrelátók, hogy már ki lesz az a jó barát, nagymama, idősebb, nyugdíjas és itt, akinek meg fölragyog a tekintete, hogy egy kisbabára vigyázhat, hogy besegíthet, hogy a gyerek nagyon és érzi, hogy szeretik, és ezért az idősebb korosztály ilyen kvázi nagymama, nagypapa funkcióban nagyon-nagyon sokat tud adni a gyereknek, olyan érzelempótlékot, hogy a gyerek nem érez szeparációs szorongást. És bizony még egyet szeretnék hangsúlyozni, amit saját életemből hozott példával is megerősíthetek. Ha a férjemmel való szövetségem olyan erős, hogy ő pontosan tudja, hogy én most mentem vissza, most álltam vissza, és hogy nekem nehéz lesz átmenetileg, ő akkor a saját segítő idejéből sokkal többet ad nekem, mint máskor. De azzal, hogy mintegy abban erősít engem, hogy nehéz lesz most ez, de majd megoldódik egy-két hónap, és már egész benne is vagy. Ez a halmozottan hátrányos helyzetű Szátokon még nehezebb. A faluban sok az otthon lévő, éppen nem dolgozó nő és fiatal anya. A mély szegénységben élők sokszor több gyereket nevelnek, vagy munkanélküliek, iskolázottságuk alacsony. A fiatal anyák nehezebben boldogulnak a mindennapi gyerekneveléssel is. Az alapítvány éppen ezért kompetencia foglalkozás nőknek címmel indított programot. A találkozókon szóba került a különféle adományok elosztásának kérdése egy közösségben. Megtanulták, hogyan mondják el a döntéshozóknak a nehézségeiket, vagy épp felkészítették a fiatal anyukákat a várandóság és a terhes gondozás állomásaira. Az Együtt Európáért Alapítvány emellett ösztöndíj programba is segítette a szátokiakat, és arra is felkészítették őket, hogyan lehet eligazodni az adminisztráció világában.